pleasured hands to take you in this time to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for love. Faragó Feri a kecskeméti beatzenészek egyik emblematikus alakja. Játszott a Needles, a Kon-Tiki, a Rivers, a Tiff Taff és Transit együttesekben, melyeknek alapító tagja is volt. Őt kérdezem arról, hogyan alakult zenei pályafutása. Én úgy emlékszem, hogy téged először 1971-ben hallottalak gitározni, méghozzá a Rákóczi utcai műfáznak az emeletén, a tükörteremben játszottatok a Tiff Taff-fal. Ez már egy következő állomás volt, gondolom, tehát nem az első zenekarod volt ez. Arra lennék kíváncsi, hogy kezdtél gitározni, miért a gitárt választottad, volt előtte más hangszered? Zenei általánosba jártam. Mi voltunk aztán a harmadik osztályok, ami elindult a Kodály-féle, Nemesszegi Márta-féle zeneiskolába, zenei általános iskolába. És hát ami nekem fő hangszerem volt akkor a hegedű. Aztán később is még csináltam, 12 évig gyakorolgattam, de ez meg is ártott. A hegedűn fekvésekben játszunk. Azt tanultam meg, és a gitáron is mindig azt akartam, mert én autodidaktán tanultam meg. Nem jártál senki ilyesmi gitártanáshoz? A virágítóhoz jártam egy nagyon rövid ideig, de aztán azt mondta, hogy én már nem tud nekem mit mutatni. Ez nem volt igaz, de hát úgy látszik, hogy nem volt hozzá kedve. És utána meg még 2 évig zongoráztam is. Aztán 66-ban érettségiztem, 64-ben kaptam egy szívizomgyulladást. Katonába jártam akkor, és harmadikos voltam, harmadikat kezdtük, és nagyon intenzíven atlétizáltam akkor az Adamik professzornál, és hát valamilyen oknál fogva megfázás, vagy nagyon szerettem gyorsan biciklizni, lehet, hogy attól és a megfázástól együtt egy szívizomgyulladást kaptam, és több hónapra otthonra kényszerültem. Lényeg az, hogy köteleztek, hogy maradjak otthon, de aztán utána sikerült visszailleszkedni majd másik év elején már a harmadikban, úgyhogy nem estem ki. De hát ugye rengeteg volt a szabadidőm, és akkor már ilyen 8. után egyszer meghallottam a Beatlesnek a Please Please Me című dalát, és ez döntött el a gitározás pályafutás. És az annyira megragadott az ének is, meg a hangzás, meg minden. Ez 8. után volt, Verőce Maroson voltunk akkor még a zenei általánosra egy ilyen búcsú táborról, és ott hallottam Táska rádión keresztül természetesen. És amikor volt ez az otthoni kimaradásom, akkor szereztünk a Sarki fűszerestől egy 7 húros olasz gitárt. Egy ilyen dobozgitár, aminek ilyen magasan voltak, centi magasan voltak a húrjai, hát nyilván azt valami baladajkel szerint használták. Igen. Na hát ilyen azon tanultam meg, úgy, ahogy gitározni, hát persze serkedt az ujjaimból a vér, elég rendesen és elég sokáig, de hát ugye összhangzottan teljesen tisztában voltam, meg hát az akkordokat azt meg kisilabizáltam magamnak. Hát amikor már megkeményedett az ujjam, akkor kellett volna egy másik gitár. És akkor egy Futurama nevezetű piros cseh labgitárt vetettem a szüleimmel nagy nehezen. Ez volt az első. És akkor közben visszatértem a harmadik gimibe, és utána jött a negyedik, és hát egy osztályba jártam a Bajtaiban, meg a Kismiskában. Szecskai meg egyen alattunk jár. Így aztán én már nem tudom, hogy milyen körülmények közben összejött egy ilyen iskolai zenekar. Ez volt aztán, ha jól emlékszem, már akkor Kon-Tiki. Szalagavatókon, helyi dolgokon már akkor játszottunk. Harris, Searchers-öket, tudom én miket játszottunk. Akkor még saját számot nyilván nem. És a Tiki énekelt. De ő játszott hangszeren a projektet? Volt, amikor játszott, és elkezdett magának valamilyen
rajztáblába, vagy miből egy gitárt forítsálni. Aztán a szomszédok segítségével volt ott egy ügyes ember a szomszédban velük szemben. Egy ilyen barna, sötét barna színű labgitárt összeeszkábálni. És akkor ő sokáig akkordozott, tehát ő volt a másodgitáros. Láttam ilyen fotót vele, hogy gitárral kezdődött. Így van. Így kezdődött. Korábban a régi Kontikében, az eredeti Kontikében, amiben még a Colos énekelt, meg a Vajté, meg a Kisviska is. A Colos? Játszott a Bandó? Kovács, nem, a másik Colos. Ja, őt nem ismertem. Kovács Laci, Kovács László. Mert fejtem, hogy nem ismertem, igen. Igen. Ketten énekeltek, és az egy borzasztó nagy sikerű zenekar volt. Ja, hogy a Szecskai ott zongorázott. És aztán jóval később, amikor kezdtük ezt a iskolai zenekart összehozni, akkor volt egy fogadásunk, a Szecskaiék lakásán voltunk, Szecskai ügyvédnek a rezidenciáján, és hallgattunk szába Katás többek közt a Shadow-nak a Libramját. És hát már nem tudom, hogy én vagy a Bajtai mondta, hogy na fogadjunk, hogy ezt nem tudom megtanulni. Egy tábla csokiba fogadtunk, és egy hét múlva tök lejátszott. Azóta utána ő lett a basszusgitáros, akár zongorák nem is volt. Igen. Sokáig. Vagy billentyűsük egyáltalán. Így jött ezt a zenekar. A Kontikével viszont a MÁV klubban játszott. MÁV klubban. MÁV klubban. Az volt a megdöbbentő, hogy ugye majdnem ugyanazok a tagok szerepeltek, tehát hármar a régi Kontikiből. Én voltam új, meg a, nem is tudom, az, már Bandóta volt a Kovács. Bandó, a kis Bandó. Lényeg az, hogy ott meg olyan irgalmatlan sikertelenséget éltünk meg. Nem tudtuk egyszerűen hova tenni. Valahogy olyan apály volt akkor a Kecskemét közönségnek a hangulatában. Nem jöttek az emberek, nem jöttek. Ott kínlódtunk elég sokat. Nem is tudom, egy vagy két idényt végigjártam. Cifrapalotának a báltermében, én is voltam a régi Kontikének a budián. Óriási tömeg volt, őrjöngés, minden, nálunk meg semmi, pedig jobb zenét játszott. Igen, igen. Ilyen idők voltak. Aztán valahogy ez az megszűnt. Bajta is megunta, Kismiska meg főleg megunta. Szecskai elment Pestre. Utána már a TikTok korszak? Nem, akkor még jött a Kovács Attila. A képben. A Rivers? Én alapító tagja vagyok a Riversnek, büszkén mondhatom. A Kovácsiknak a lakásában, édesanyjának a legnagyobb örömére ott próbálgattunk. Azt hiszem már akkor a Smirci is ott volt, a Smál Béla. Igen. Dobos, még a Udvardi Gyuszi volt egy nagyon ügyes énekes, gitáros. Hát nem ismertem, de hallottam volna. Ő Udvardi művész, nem tudom, már festővívésznek volt a fia, az egyik gyereke, és hát ő is rövid időn belül Pestre ment, úgyhogy ebből a fajta riverzből nem lett semmi, de ott lelkesen próbáltunk a Kovács Attila, hogy játszott a basszust. De mindez csak a lakásban. Ahol van a Katona József Múzeum, amellett kis utca, amely kivezet az iskola fele, annak a középtáján volt. A Bárbár vagy Petúrbár utca, valami ilyesmi. Abból nyílott a gyűrza, és akkor gyakorlat, egy ilyen majdnem földbe süllyedt lakásuk ott volt. És aztán én persze nem nagyon szerettem, mert hát az Attila abszolút, hát az éneken kívül abszolút tök hülye volt a hangszereket, úgyhogy ez valahogy elhold. De aztán később ebből lett a Pöcörgővel a Rivers, úgy emlékszem, igen. Kik voltak még ebben a felállásban? Hát volt az a bizonyos kabátos úriember, akit én mindig úgy tudok mondani, hogy Halasi tanár vagy tanító, és nem jut eszembe a neve a Istennek se. Éjszaka is ezen gondolkoztam többek között. Ő volt a másodgitáros és énekelt is.
nagyon tehetséges volt, de hát ő neki más volt a hivatása, tehát tanár volt, mondom, vagy tanító, és akkor egy pár hónap, vagy nem tudom, egy idő múlva ő hazaköltözött Halasra, és folytatta az eredeti pályafutását. Meg mellette, mit tudom, hogy valami termelt is, úgyhogy abban gazdag is volt, úgyhogy ő ott hagyta, de ő volt az egyik gitárosa abban az időben. Tehát akkor az a lényeg, hogy akkor te feljöttél úgy. Én akkor állástalan gitárosom. De ez nem sokáig tartott? Hát én nem is tudom, hogy hogy jöttünk össze a Fuchsszal. Hát ő ugye a Rákóczi út végén lakott, és hát valahogy úgy mindig följárogattunk hozzá, meg ők is eljöttek hozzánk, zenéket hallgattunk. Hát. Meg a Bagla, aki nyomta nekem a Jimmy Hendrixet, amit én akkor nagyon utáltam. És valahogy kipattant belőlünk, hogy kéne egy zenekar csinálni. Igen ám, de hogy, miből, meg hol. I'm feeling in my good. Allow it all around me. Come on and let it show. I'm waiting for the rhythm in everywhere I go. Van egy ilyen majdnem lakodalmasnak mondható zenekar, aminek stabil helye van, meg hát bizonyos eszközei is voltak. És akkor oda szépen befurakodtak. Úgy egyesében. De végül már mi voltunk többségben, és akkor a többieket meg kénytelenek voltunk. Többiektől el tudtunk köszönni. Ez volt a nem tudom már milyen miska. Virágmiska. Na szóval ott aztán már marhára ki voltunk a stafírodban, nekem volt egy régentem. 36-os régent. 36-nak mondták, de hát szerintem, hogy a tízet leállított, akkor borzasztan. De az nagyon hangosan szólt, én úgy emlékszem. Abban az időben lehet, hogy te úgy emlékszel, hogy nem. Most már lehet, hogy nem úgy érzik. Pont fordítva. Volt benne egy zenget, egy hőbjafen egyenlugó, ami állandóan tökre ment. Soha nem lehetett aztán. Aztán mazek hangfalaink voltak, úgy csináltuk őket. Hol a betegek hangszorult? Hát az Isten tudja. Az időben nagyon ügyesnek kellett lenni. Hát a Kovács Guciban például, amikor együtt játszottunk, akkor sokszor jártunk föl Pestre a motorjával, vagy később a Baglának az autójával, és akkor ilyen ügyes, nagy nevű zenekari emberekkel mentünk el, például a Pannoniának a basszusgitárosával hoz. Meg volt egy nagyon híres ilyen hangszóró készítő műhely abban az időben, már nem tudom neki. És ezekhez járogattunk, és hát amit tudtunk vetni. Na, csak azt akartam, de Kovács Buzi meg úgy vezetett a motorra, mint egy őrült, így. Sávot váltva, mindenkit meg, meg hátul kapaszkodtam, minden csinál. Sorajtunk ültem. Motorra mentünk az ő motorjába Pestre, akkor éppen a Bandoniához, és azt hiszem basszusgitárt kerestünk. Akkor játszottam életemben először meg utoljára Fender basszus gitárom. A Pannoniának nem tudom ki volt a gitárosa, de őnek a lakásán voltunk, és fel volt akasztva a falra, és kérdeztük, hogy hát akkor ez az, hát ki lehet próbálni. És akkor kipróbáltuk, óriási nagy gitár, nem tudom, fogtál már Fender basszus. Hát én, aki ugye gitároztam, nem tudtam hozzá szólni egyszerűen, mert annyira más volt. Igen. Hát ne is mondjam, hogy hát sokáig csak egyetlen egy mikrofonja volt egy zenekar. Egy magyar mikrofon, ahol keramilla van. Azaz. De az nagyon nekünk is volt. Meg hát a magnó mikrofonok, de hát azok nem voltak. Igen. Így aztán
És akkor a Laci úton ott még gitározott? Hogyne? Hát ugye nagyon sokáig nem volt billentyű semminek, kilátásban se volt. Az első billentyűnek nevezhető hangszer, azt a muszájba vettük egy alkodalmas zenésztől, aminek már volt valami furcsa neve, se nem orgona, se nem szilofon, se nem micsoda, de való a kettő közt, és azt tudom, hogy úgy vettük meg, hogy kipróbálása is mondta a tulajdonos, hogy nagyon vigyázzatok, mert ráraktok egy csikket, és akkor ez lekett volna le az értékében. Egy ilyen fahangú, szilofonszerű marhaság volt, ez volt az első. A basszus gitározást azt ott kezdte a és hát tulajdonképpen egész végig, amíg játszottunk a későbbi zenekarokban, mindig volt egy olyan része a műsorunknak, amikor ő átvette a basszusgitárt, és akkor trióba játszottunk. Akkor mindig volt egy ilyen szett, amikor ilyen vadabb dolgokat játszottunk, és akkor ő basszusgitározott. Igen. De ott kezdődött. És akkor ott kezdődött, hogy magyar számokat is kéne csinálni, mert a Illést ugye akkor nagyon-nagyon buttatták, ugye fölhozták, hogy végig szóval magyar zene is legyen. És hát a Babrának meg nekem is tetszett, és elkezdtünk számokat írni. Hol én, hol Alati, hol közösben. Általában szövegnek egy részét mindig ő írta, dallamát meg többnyire én. De volt, amikor abszolút összefolyt, úgy, mint a Paul McCartney meg a csomóra. Igen, volt egy jó csomó saját számot. Volt egy csomó saját számot, amit hol én voltam, amit azt nekem is jó. 10 körül, nem tudom. Igen, volt egy ilyen. Én a Fire-t hallottam, tudod, van emlékszem. Igen. Highway Child, a Hey Joe, Fire, Can You See Me, ezeket játszottam, ezt a légyet az hiszem. Többit nem mertem. Jó. Mindenféle effekt nélkül. Hát igen, nehéz. Akkor még a Futurelmán volt, hát mikor cseréltem le Jolánára a doboz formát. Már volt Bankberára. Volt, amikor nem. Amikor a kisjárnő meg tudta javítani, ugyanis azt szintén azt a Kovács Gucival szerezték Pesten, ez a Bergendi együttesnek a való pedálja volt. Van is egy olyan számok, amiben hallom még mai napig is, hogy pedáloztak vele, csak az volt a baj, hogy ez jó volt, vagy később volt egy vokszam, az volt rosszul, de ez meg olyan, hogy állandóan elromlott benne a potvétel, és akkor a kis erdő vagy tudott hozzá alkatrészt szeretni, mert ő állandó szerelünk, vagy nem. Ugyanígy voltunk a visszhangosítását, ugye rengeteg Shadows játszottunk a Pontikivel, és később. És nagyon kellett volna a visszhang, de hát állandóan rossz volt, úgyhogy pénzünk meg semmi. Amikor nagyon futott, már később a tisztikorúban, akkor 60 forintot kaptuk. De először 40-et.
Utána megjelentik ott a... Infláció. Mert ugye a reszelőgyár volt intál a tisztikusban. Igen. És ugye ugyanez a felállás volt, tehát így négyen, ez a négyes. Ez a... Nem biztos, mert úgy emlékszem, hogy akkor még a Kismiska is volt. Nem tudom, a Tiszti Klub az érdekes, mert arra emlékszem, hogy ott még öltönybe kellett játszani. Hogy ez melyik korszak volt. A Ferenc tudja már. És hát, szerintem a Kismiska még ott volt akkor. Én 68-ban kerültem gimnáziumba. A gyerekek között érdeklődtem, hogy milyen zenekarok vannak Kecskeméten. És mindenki a tiltakot mondta, hogy az most itt a legjobb zenekar, és ők nagyon jól játszanak, és ti a Tiszti Klubba játszottatok a Hatfanyúzba. Elképzelhető. Igen. Aztán utána... De hogy kerültünk oda, látod, az is nekem rejti. De ott nagyon sokáig jártottunk, hogy több év alatt keresztül. És ez már egy sikeres zenekar volt, tehát itt már is sokan jártak. Ott már a Tiszti Klubba, persze. Az sikeres volt. Úgyhogy attól kezdve én nekem már nem sok lapot osztottak. Rilenszeket kezdtünk játszani. Ja igen, mert ő azt énekelt az életben. Aztán meg volt olyan év, amikor az összes létező bárban játszottunk. De lehet, hogy nem is egy, hanem két évad is volt. És akkor már jó is kerestünk abban az időben. Komoly gázsik voltak. Más kérdés, hogy hát ugye mindig kellett valamire beáldozni a pénzünket, ugye felszerelést bővíteni kell, akkor jöttek a marsalok már. Igen. Tehát ez volt a tranzit korszak, amikor ugye már voltak fúvósok is a zenekarban. Így van. Méghozzá két fúvós, ugye két kecskeméti fúvós, mert más nem volt. Nem tudom, mert... A Müller Andor és a Mihályi Pista. A Mihályi Pista az már azt hiszem, akkor már, vagy akkor kezdte a zenekonzervatőm. Igen, ő Pestről járogatott le hozzánk, ő nem volt igazán kecskeméti. De hát mondhatni, hogy kecskeméti. Tehát az Andor meg a fene tudja, hogy honnan jött. Na, akkor viszont már a zenei irányítás abszolút a Fuchs vette át, úgyhogy... Az viszont nem volt rossz. Hát nem, mert a Kottában játszottam. És akkor már ugyanazát a Lacinak a saját dolgai, de egy jó Chicago, Barca Tentis. Így van, Santana. Osiris. Igen, amiben fúgott. Igen. Az Kertészeti Egyetemen valamilyen bál volt, nem tudom már milyen bálnak nevezték, és meghívták a Skorpiót. És ők nagy díjrelt úrra, hogy beszereltek óriási nagy cuccokat, mindenféle elkezdtek játszani, ezt nagyon lagyha volt az érdeklődés, és játszották ezt a 3-4 órát, amit ugye szokásos. Jó játszottak természetesen, de utána jöttünk mi, és a közönség megőrült. És akkor játszottunk Osiriszát, nagyon sok Osiriszát játszottunk, Santanákat, mondom, ilyen fajtákat, és ugyanakkor játszottunk Tióba is a Fuchsszal, Jimi Hendrixeket.
De ami egyszer volt egy pesti élményünk is, illetve kétszer, mert a Kontikivel is voltunk Pesten valamilyen tehetségkutató versenyen, az Aegis műfájátban, azt hiszem úgy hívták, vagy valami egyébetű is. És ott életemben akkor láttam olyan cuccot, amitől szemem szám elállt. Volt egy fiatal srácokból álló, gimnazistákból álló zenekar is. Három gitárosnak három gyönyörű, piros, lap, Gibson gitárja volt. És azt hiszem Vox-aik voltak. Meg egy Vermona orgonájuk, ami itt még akkor teljesen újdonság volt. És hát azon játszhattunk. Igaz, hogy csak két számot, mert egy volt a kiadott program, hogy ennyit lehet játszani. De játszottunk egy népdalt földolgozást, meg még nem tudom mi micsoda. És gratulált nekünk a Gerillának az akkori énekese, a Berki Tamás. Berki Tamás, hogy milyen volt. Aki később ugye a Jazz-Tasszitnek a vezetője, jól a fiam hozzájárt. Igen, és még sokkal később, amikor a Fuchs-szal találkozott, mint Hobo Bruce Bendes, már a Lati az oda került, akkor is még mindig emlékezett erre az eseményre a Berki, úgyhogy... De hát ebből semmi nem következett. Semmi nem jött le. Mentünk haza vonattal cipeltük a saját kis cuccainkat. Egyszer az E-klubban játszottunk az egyetem E-klubjában, Budapesten a várban. Ott egy egész szetet engedtek nekünk, tehát egy 3-4 órát. Ott is nagyon nagy tömeg előtt, és hát igen, sikeresen csinált, annak se lett semmi folytatása. Utána viszont kaptunk egy rádió interjút, ez volt a pályafutásunknak a mondhatni, hogy úgy, 8 percben minden mondatot megvágva, valamit el tudott mondani a Fuchs, meg valaki még nem tudom, én vagy a Bagló közbeszólt, és akkor ennyi volt, és se füle, se farka nem volt az egész interjú, de lement a rádió, hogy vidéki zenekar. 72-es ki mit tudod, a tovább jutottatok egész úton, vagy egész a tévé fölvételé? Úgy van, tévé elődöntőjé jutottunk, és ott miután a KISZ bizottság, az országos KISZ, nem tudom micsoda, központi bizottság, meg a Honvédség csinálta, meg a ki mit tudott, illetve ők szponzorálták magyar mostani szóval, azt mondták, hogy bocsánat, de itt egy katona zenekarnak tovább kell jutni, és most hát ti akkor éppen nem. Igen, azokat rengeteg katona volt, tehát egészen versmondóból is katona, zsonglőrből is meg zenekar. Igen, Tiftaknak is, a Kontikinek is, meg a Tiftaknak is, meg később a Tranzitnak is volt olyan korszak, amikor rohadtul stenkes volt a zenekar, érted? Amikor már nagyon nagy rutinnal játszunk, már mindenki mindent tud, mindenki érzi a másikat, és akkor bum! És akkor például így szólt a zenekar, és ennek ellenére ugye nem jutottunk tovább. Tehát a tévében már nem jutottunk, éppen nem. Pedig megérdemeltétek volna simán. Most már itt olajtok mindenki. Ennyi volt. És úgy emlékszem, úgy tudom, hogy a Laci,
kicsit áthangszerelteni, bár kikérte a Presser engedélyét, hogy fúvósok is legyenek. Én nem tudom, mert a Presserre nem igazán voltunk jóban. És itt a listán a következő LGT lemezen már szerepeltek fúvósok. Ez volt érdekes. Mindjárt utána. Kedvet kapott rá. Hát persze. Lehetséges. A lényeg az, hogy a Presser olyannyira nem, hogy mondjam, nem mutatta ki ezt e fajta érzelmeit, hogy a legutolsó takarítónő, a ruhatárosnő, mindenki kapott tőle, a zenekarától, meg tőle személyesen, egy darab pezsgőt, kivéve a zenekart. Minden statiszta, minden szereplő, mindenki kapott, kivéve a zenekart. Ez szép. Ezt ad össze. De szerintem túl jól játszottatok. Hát, ne tudja. Nem tudom. Igyekeztük. Úgy kezdődött a darab, hogy a smádéla beszalad, és ugye egy dobszólóval kezdődik, ezek is utána egyenként tűz beszaladtak, és megszólalt a banda. Akkor 30 előadásotok volt? Körülbelül 30, igen. Egy nagyon kemény hónap volt. Volt, amikor két előadás is volt. Ez már tranzit volt. Ez tranzit volt. Meddig voltál a tranzitban? Ezen törtem a fejem az éjszaka, többek közt. Nem tudom, hogy 76-ban vagy, hogy 77-ben. Ugye, hát én már a modern technikát nem igazán tudtam követni, sem újjai révén sem, hát hangszerelésben, hangvisszaadásban. És hát előtt szépen békésen elváltunk egymásra. És akkor közös megegyezés van, akkor te kiváltál. És utána jöttem a mosolyt. Utána te játszottál, vagy akkor teljesen utána is teljesen. Mármint hogy zenek, hogy de otthon az előszoktad követedni utána. Akkoriban még igen. És most már nem? 75 éves vagyok, mit akarsz. Hát, nem akarom, korfüggő. De hogy nem, meg kézfüggő. A Bagla hívott nem olyan régen zenélni. Egy pár hete. A cucc ott van, minden, hát csináljunk zenek. Ennyi el, minden próbálok. Hogy tennek a napi zenével kapcsolatban? Állandóan zenét hallgatok. Gondolom, hogy nagy célkitevényed van. 300 levezem van. Körülbelül annyi kazettám, körülbelül annyi CD-m, de ezeket is hallgatom meg, hát rengeteg külföldi rádiót hallgatok, ausztrál, új-zélandi, amerikai, nem tudom, amiket én kedvelek olyan folytatókat. Aztán meg, hát ugye a YouTube-on mindent el lehet már érni, és rengeteg komoly zenét hallgatok. A könnyű zenében mik a kedvenceid, vagy mik voltak szóval a kedvenceid? Például, már ma reggel is hallottam. De ismered? Isteni jó zenekar, sajnos már aztán most sem működik. Nem működik már régen. Ott is kitúrták a jobb énekest, a hosszabb énekes kitúrt, aztán utána már volt az igaz. Tegnap például Frank Zappert hallgattam. Érdekes, hogy ezt nem becsülték meg, mint gitárost. Egyébként pedig nagyon gitáros volt. Hát óriási. Van neki egy olyan albuma, ami csak gitárzene. Szédeletes. Tehát mit tudom én, Lenny Kravitz. De tudod, mit szeretek? A 30-40-es, 20-30-40-es évek swing zenéje. Abból mi abszolút kimaradtunk. Ez a korosztály nem hallhatta, mert nem volt rá lehetőség, mód. Igen. Még rádió sem, sehol. És azokat most úgy hallgatom, hogy úristen, hát ezt is ismerem, azt is ismerem, és később kiderült, hogy az Express játszottam, meg nem tudom, kicsoda játszottam Magyarországon. Igen, csak nem tudtad, hogy ez... Csak nem tudtam, hogy az már 20-as években is láger volt. Igen, mert ez úgy kezdődött, hogy hát én nem is tudom, ekkor még általános iskolások voltunk, vagy a fenében. Ő volt, hogy kapott a nővérétől valamilyen alkalomból, valamilyen szülinap, vagy nem tudom, milyen alkalomból, egy mambó-mambó. Igen, ám csak a mambo-mambóhoz nem értett senki. És legtöbb a kezelési utasítás hova tűnt mellőle. Lényeg az, hogy ketten próbálgattuk beüzemelni az ő lakásukba. Hogy fővenni vele, vagy csak lejátszol is? Csak egyáltalán. Ilyet, ami megszólaljuk. És fordítva raktuk. Ja, mi a és hát összegyűrt a szalagot, ami volt persze akkor még üres szalag volt, azt hiszem, valakitől kapott, nem tudom. Úgyhogy órákon keresztül abban próbálkoztam, hogy kell egyáltalán elindítani. Na, innen indult a másik fajta zene szeretettem. Az első az a Beatles-től, a Liz Fizmi volt, a másik meg a Bajtainál mangrózás. A mangrózás. Állandóan oda jártam. De ő később a mangrós klubnak a vezetője is volt. Hát igen, akkor kétfajta magna volt, a mangó, meg a vörös szikra, azt úgy emlékeztek. A 911-es is volt, a Baglának olyan. 911-es, az már egy újabb. Hogy az régebbi volt a 911-es? Ilyen szürke, picivel nagyobb volt. Aztán meg a, mondom, a rádió Luxemburg,
még akkor ugye a középhullámon lehetett hallani, nagy nehezen. Úgy tanultuk meg a Hollisnak a Bastard című számát, hogy nem volt meg a vége. És akkor addig játszottuk. És addig játszottuk. Volt egy ilyen felhőzés, ha! És kész. Szintén a mi a felhőzés fűződik a Kertészeti Egyetemhez, hogy szünetbe bementünk a mit tudom én, étterem részben, vagy miben ilyen sötét volt, aztán lehet ott egy kicsit egymáshoz bújogatni, és ott szólt a Szemba Pati. Soha nem felejtem el. Hát ez az akkora hatása volt. A legpozsítóbb, mert ismertük erről a lemezről, meg a Noé Komovát. De a többi számot nem ismertük. Sugarloaf, mond neked valamit. Green Eyes Lady. Green Eyes Lady. Játszottuk, ti is játszottátok. Tegnap nem. Sajnos nem. Hát egyébként köszönöm szépen, hogy eljöttél és elmondtad mindezeket. Hát, a gitározásokat azért. Azt kívánom neked. Hallgassák sok zenét. És hallgassák sok zenét, meg gitározzák. Köszönöm szépen. Ebben biztos. Köszönöm szépen.